CIG Pannonia életbiztosító NRT-t 2007-ben alapították, és 2010 óta került a tőzsdei bevezetésre a részvénye. Erről és az elmúlt évek tapasztalatáról is beszélgetünk a társaság vezérigazgatójával, dr. Kádár Gabriellával. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is köszönöm. 2016-ban a Bétlegek díjátadón az év részvénypiaci befektetési sztoria díjat hozták el, ugyanis hát közel 50%-ot emelkedett a részvény árfolyam egy év alatt. A vállalat működése, a kibocsátói hírek mennyiben vannak hatással a részvény árfolyamra? Úgy látjuk, hogy nincsenek szoros összefüggésben. Véleményem szerint ennek az egyik oka az az, hogy kell egy bizonyos idő, amíg a piac elhiszi, hogy egy ilyen komoly stratégiaváltáson átment cég tényleg stabilan tudja hozni azt az eredményt, amit ígért. Úgyhogy többek között ezért is örültünk nagyon ennek a díjnak, mert pont ennek a munkánknak a gyümölcsét vagy eredményét láttuk benne visszaigazolni. A másik, hogy mi vagyunk az egyetlen biztosító társaság a magyar tőzsdén, és hát azért a biztosítási iparágnak vannak olyan specialitásai, amik egyéni szakmai jártasságot, tapasztalatot igényelnek, és tehát ez úgy látjuk, hogy azért a piaci szereplőkből mindenképpen hiányzott, úgyhogy ez is extra időt, extra edukációt tesz szükségessé, de mondjuk az biztos, hogyha egy cég stabilan jó eredményeket tud produkálni, akkor sokkal nagyobb szansa van a pozitív visszacsatolásra, úgyhogy az tény, hogy mi az elmúlt három évben erre koncentráltunk, tehát fundamentálisan akartuk helyre tenni ezt a céget, és azt gondolom, hogy ez sikerült is. Az elemzői lefedettség mennyire fontos az önök számára? Itt megint ugye itt van ez a hátrány, hogy mi vagyunk az egyetlen, nem is túl nagy biztosító a tőzsdén. Tehát meg kell tanulni a biztosítást elemezni, értékelni, tehát ez egy plusz befektetés az elemzőktől. A bevezetéskor nagyobb volt az érdeklődés, ez egy kicsit lanyhult, de most úgy veszük észre, hogy azért visszatért az elemzési kedv a szakemberek részéről. És hát zajlik az élet a cég körül, ugye legutóbbi hír, hogy Spanyolországban terjeszkednek, tehát egy ilyen kezesi biztosítói termékkel. A külföldi terjeszkedés során, amennyiben tárgyalnak egy partnerrel, a tőzsdei működésből fakadó transzparencia, maga tőzsdei jelenlét, ez mennyiben segíti a pozíciójukat? Én azt gondolom, hogy akár külföldi közvetítőkkel tárgyaltunk, akár viszont biztosítókkal, nagy beszállítókkal, akik különböző szolgáltatásokat nyújtanak nekünk. Az egy kifejezett előny volt, hogy azt tudtuk magunkról mondani, hogy publikus, tőzsdén lévő cég vagyunk, mert ez azért egyfajta megbízhatóságot, áttekinthetőséget, transzparenciát sugall, de az az igazság, hogy ami még talán ennél is fontosabb, hogy itt Magyarországon is komoly marketing értéke van ennek a ténynek, tehát mi úgy látjuk, tehát jelentős mértékben hozzá tud járulni ez a jelenlét ahhoz, hogy mi meg tudjuk különböztetni magunkat, ez a fajta extra transzparencia növeli a befektetők, az ügyfelek bizalmát, segít minket a brandépítésben, úgyhogy ilyen szempontból ez sokszor érezzük, hogy megerőltető, és nagyon sok extra feladattal jár, de ilyen szempontból kifejezetten segíti a munkánkat. Ugye nemrégiben az igazgató tanács osztalékfizetésről döntött, igen, tehát amennyiben minden összeáll, akkor idei teljesítmény után már először fognak tudni osztalékot fizetni a részvényeseknek. Mit várnak ettől a részvényárfolyamra, illetve magával a befektetők megítélésével kapcsolatban? Igen, tehát az igazgatóság döntése az elsődlegesen arról szólt, hogy a részvényesi elvárásokat teljesítsük, a tulajdonosoknak korábban tett ígéreteinket beváltsuk, de ezen túlmenően azért én egy csomó mindent várok ettől, forgalomnövekedést, a kisbefektetőink bizalmának visszanyerését, egy stabil, alulról megtámasztott, kiszámítható árfolyamot, az intézményi befektetők fokozottabb jelenlétét, részvényvásárlását. Tehát azt gondolom, hogy ez ezer szempontból nagyon fontos mérföldkő volt az életünkben, de ami talán a legfontosabb az az, hogy tényleg az igazgatóságnak azt a véleményét tükrözi vissza, hogy egy
kvázi befejezett stratégiaváltás után kellőképp erősnek és stabilnak ítéljük meg ezt a társaságot ahhoz, hogy egy ilyen hosszú távú commitmentet tudjunk tenni a befektetők felé. A társaság életében milyen fontosabb aktualitást, eseményt emelnek ki itt a közeljövőben? Nagyon jelentős történés az életünkben, hogy sikeresen akviráltunk a VKB-tól két biztosítótársaságot, amit remélem, hogy idén be is integrálunk a CIG Pannonia biztosítókba, és ez az akvizíció, azt gondolom, már most a negyedéves jelentéseinkből is látszik, hogy rövid, de egyébként hosszú távon is impresszív hatást fog gyakorolni az eredményeinkre. A hosszú távú pozitív következmények, lehetőségek közül talán a legfontosabb az, hogy az értékesítési stratégiánkat tovább diverzifikálva tényleg el tudunk indulni a banki csatornával is, hiszen a deal kapcsán egy stratégiai megállapodást tudtunk kötni egy olyan bankkal, aki nem tartozik a versenytársaink érdekeltségébe, és életoldalon kizárólagosan nekünk fog értékesíteni. Ugye ez az MKB bank, kidolgozott folyamataik vannak erre, ráadásul a mi célpiacaink körül csoportosulnak az ő akár lakossági, akár vállalati ügyfeleik, úgyhogy nagyon komoly növekedési lehetőséget látok ebből az együttműködésből. Amit még meg szeretnék említeni, az, hogy ahogy ön is említette, elindultunk egy újabb országban a vagyonbiztosítónkkal, megint egy nis termékkel, amihez értünk, és ahol tudunk nyereségesen működni, de azért ez a balti államok, Lengyelország, Olaszország után egy újabb nagy piac, egy újabb sok lehetőséget rejtő üzleti lehetőség számunkra. És hát ami még optimizmust tölt el, az, hogy olyan versenyképes termékeket értékesítünk, amelyek komoly társadalmi igényeket elégítenek ki, tehát legyen ez egészségügy, ugye ott van a Best Doctors termékünk, vagy az oktatás finanszírozására, a mentor, de hát a legfontosabb meg maga a nyugdíj, tehát a nyugdíjbiztosítási termékeink, amik reméljük még sok éven keresztül adókedvezményben részesülnek majd, és emiatt fokozott érdeklődésre tartanak számot, és hát egyébként is mindent megteszünk, akár kiszolgálásban, akár innovációban, annak érdekében, hogy akár az ügyfeleink, akár a közvetítőink érdeklődését fenntartsuk, és kielégítsük a különböző biztosítási igényeiket.